Most nézzük meg azt az esetet, amikor nem egy kamerát használunk, hanem két kameráról van szó. Megint nyissunk egy olyan ablakot, ami a kameráknak a nézetét mutatja. Tehát a View menüből, és akkor mutasd meg, légy szíves, hogy az aktív kamera mit lát. Az aktív kamera, tehát ami most bal oldalon ki van jelölve, annak a nézőpontjából ez a kép látszik. Most helyezzünk el egy másik kamerát, nem csináltunk semmit itt a 3D-s kurzorral, tehát nem kell pozícionálgatni. Ezt becsukjuk, mert csak a láthatósághoz zavarja. Tehát leszedem a kijelölést, az A billentyű megnyomásával, 2.8-asban már az Alt billentyűvel együtt nyomjuk meg az Alt a kijelölések megszüntetéséhez. Tehát Add, és akkor kamera. És ennek hatására az látható, hogy a modell területünkön megjelent egy másik kamera, ami hát egy ilyen alapértelmezés szerinti nézet felé néz. Itt a kameráknál megint elmondom, hogy a kamera szimbóluma a Blenderben egy ilyen gula, ez a kamerának a helyét meghatározó pont, és a kamerának a kamera által rögzített kép az ez a téglalapnak megfelelő nézetmetszet lesz, és a kamera felfelé iránya egy ilyen háromszöggel van szimbolizálva. Most hozzuk helyzetbe ezt a két kamerát, amit elhelyeztünk, és hát ez egy lámpa, tehát ez a kamera kettőnk, és ez a kamera együnk, ami ugye ki van most jelölve. Itt az Outlinerben gondoskodhatunk róla, hogy jól megkülönböztethetők legyenek. Ezt így lehúzom egy kicsit, és egyszerűen ezt a kamerát, ami most itt ki volt jelölve, és legelső, akkor átnevezzük kamera egyre, és a másik kamerát, amit utólag helyeztünk el, kamera kettőre. Azt akarom elérni, hogy mind a kettő nézzen a kocka fele, mind a két kamera, és ez a kamera mutassa a kockának ezt az oldalát, ez a kamera pedig mutassa a kockának a jelen pillanatban nem látható, de most már látható, hát a nézőpontunk szerinti jobb oldalát. Ehhez marad a kézi beállítás, és a beállító panelen kézzel egyszerűen a location és a rotation segítségével beállítjuk azt a helyzetet, amit kívánunk. Itt ezzel a kamerával ugye itt alul látható, hogy a piros az X-nek megfelelő koordinátatengely, a zöld az Y-nak, és a Z térbeli koordináta tengelynek a kék nyillal jelölt egyenes darab felel meg. Úgy pozícionálható, hogy ugye a koordinátáknak megfelelően a távolsága a kockától nem változott, tehát az Y értéket nem változtattam, viszont a X és a Z értékét lenulláztam. Ugyanígyen a rotationnél az Y és a Z tengely körüli forgás nulla, tehát a piros, illetve a zöld és a kék tengely körüli forgása nulla, viszont az X tengely körül megforgattam 90 fokkal, és akkor látok egy olyan képet, amit ha így megmozgatjuk, akkor látható, hogy az aktív kameránk ezt a képet látja, és mondjuk az induló pozíciója legyen ez. Ugyanígy a másik kamerát is beállítom. Tehát a piros X-tengely körüli
mozgás ugye legyen nulla, a zöld tengelyhez képest, hát az legyen elmozdítható, és az a z-tengelyhez képest megint nulla, viszont a forgási irányok a z-tengely körül ne forogjon, hát az x-tengely körül egyelőre ne forogjon, az z-tengely körül se forogjon, és az y-tengely körül se forogjon. Viszont a piros, tehát az x-tengely körül forduljon el mondjuk 90 fokkal, nézzük meg, hogy merre fog fordulni, és látható, hogy pont a ellenkező irányba fordult, tehát akkor a 90 meg 180, tehát akkor a 270 fok lesz a nyerő, és akkor ha közelebbről megnézzük, akkor a kameránk ugye lefelé irányul, tehát akkor itt nekem a zöld, tehát az y tengely körül is meg kell forgatnom a kamerámat 90 fokkal, bocsánat, 180 fokkal ahhoz, hogy a kamerámnak a nézete az szintén az előző kamerának megfelelően fölfele nézzen. Ezt egy picikét szintén távolítom. És hogyha most arra vagyok kíváncsi, hogy ez a másik kamera mit lát, ahhoz, hogy én a másik kamera nézetét lássam, ki kell jelölnöm őt úgynevezett aktív kamerának, tehát view, kamera, és be kell állítanom, hogy set, aktív, object as kamera, és akkor látható, hogy ha én ezt a kamerát mozgatom meg, akkor a Blendernek az aktív kamera nézete már a második kamerának megfelelő nézet lesz. Tegyük a nézetbe egy, mondjuk egy kúpot, annak érdekében, hogy a két kamera nézete itt ezen a kamera nézeten is jól el tudjon különülni. Beállítjuk a 3D-s kurzorunkat az origóra. Tehát egyszerűen lenullázom mind a három koordinátát. Tehát ott van a kurzor, és akkor hozzáadunk egy valamilyen, mondjuk egy kúpot. Meg is jelent, és ezt kihúzom így balra. Látható, hogy az aktív kamera nézeten ő nem látszódik, de hogyha kijelölöm ezt a kamerát, és azt mondom, hogy legyen ő az aktív kamera, tehát view menü, kamerász, és set active object as kamera, akkor azt a nézetet látom, ami az egyes kamerának felel meg. Most állítsunk be mindkét kamerára egy nagyon egyszerű animációt. Ez egy kicsit távolabb viszem. Látható jobb oldalon, hogy ő most mit lát. És egyszerűen az animációnknak a első részében ez a kamera közelítsen ehhez az objektum együtteshez. Ugyan animáció beállítása, kijelölöm azt az objektumot, amit animálni szeretnék, és itt a timeline ablakban rápozícionálok az egérrel, és visszaállok ugye a nulladik, vagy az első frame-re. Animáció megint 250 frame-ből fog állni, és egyszerűen megnyomom itt a i billentyűt, mint insert keyframe, és a location, tehát a helyzetét szeretném egy kulcskockával rögzíteni, megnyomjuk, és látni való, hogy beállt a első kulcskocka, és az animációnknak a
második helyzete az legyen egy ilyen ráközelítéses verzió, és ez a kulcskocka meg legyen mondjuk az 50. kockán, ez most visszaállt, tehát először ugye a megfelelő kocka az 50-re állok, és akkor megint insert keyframe, megint a location-t választom, és be is rakta ezt a kulcskockát, elmegyek az elejére, és megnézem, hogy az animáció a szándékaimnak megfelelően sikerült-e. Hát igen, ráközelít a kúp és a kocka objektum együttesére. Na most, ha a másik kamerára szeretnék animációt beállítani, akkor ezt itt visszaállítjuk nullára. Megkeressük az objektum térben a másik kamerát, és ahhoz, hogy lássuk, hogy ő mit lát, ehhez át kell mennem, ki kell jelölnöm őt aktív kamerának. Kamera set active object as camera. Igen, és akkor ő most ezt látja. És az előzőnél, ugye az 50. frame-nél álltunk meg. Tehát az animációt úgy állítom be, hogy az 50. frame-től kezdve ő most távolodjon ettől a objektum együttestől, tehát ráállok az 50. frame-re. Insert keyframe, location. És most mondjuk elmegyünk a 100. frame-ig, de először a végpozícióba húzom a kamerát, hogy ez a távolodás megfelelően látható legyen. Elmegyek a 100. frame-ig. Akkor most állítom a végső helyzetbe a kamerát, és most szúrok be egy kulcskockát. Megint location. És be is rakta, és látható, hogy ha az elejére állítom, akkor az 50. frame-ig nem nagyon fog látszani semmi. Viszont az 50. frame-től kezdve, ugye az aktív kamera nézet animációja úgy van beállítva, hogy elkezd a nézetem, a kamera távolodni az objektum együttestől. Utána már nem fog történni semmi. Végül is itt fölösleges 250 frame-ig elmennünk, elég lesz a 100, hiszen az animációnkat így állítottuk be. Itt ezzel a csúszka lehetőséggel szépen ki is tudom nyújtani az animációt, hogy a megfelelő lássák. Na most ugye azt szeretném elérni, hogy az animáció első részében látszódjon az első kamera nézete, tehát ezé a kamera nézeté. Látható, hogyha elindítom az animációt, akkor is a második kamera az aktív. És utána pedig az 50. frame-től pedig a második kamera nézete legyen látható. Hát itt a 0. frame-en vagyunk, de itt a első frame-nél, vagy a második frame-nél van ez a kulcskocka, amit sikerült itt beállítanunk. Itt elhelyezünk egy úgynevezett markert a timeline-on. Hát ezt menüből is meg tudjuk tenni, és akkor az M betű megnyomásával is tudunk tenni a második frame-re egy markert. Majd ha eljövünk az 50. frame-ig, beállítjuk, akkor ide is az M betűvel tudunk tenni egy markert. Na most a második animációt ugye úgy állítjuk be,
hogy az első animáció ugye arról fog szólni, hogy ez a egyes számú kamera. Ez hát az egyestől, vagy elesül a kettes frame-től kezd közeledni a objektum együtteshez. És az 50. frame-től pedig az fog történni, hogy ez a második kamera meg távolodni fog a objektum együttestől. Egészen a 100. frame-ig. Na most a nézetváltást úgy tudom megoldani, hogy ráállok a kijelölöm ezt a kamerát, aminek ugye a kulcskockái, illetve a markerei láthatók, és ott a nyíl billentyűk segítségével ugye a kettes frame-re álltam, ahol a kulcskocka található, és a markert jelölöm ki, tehát egyszerűen itt a látható egy ilyen megkülönböztető jelzéssel tehát a dolog, és a View menüben van egy olyan lehetőség, hogy Bind to Camera to Markers. Tehát a kijelölt kamerát hozzárendelem a markerhez. Ctrl-B-vel is meg tudom ezt tenni. És látható, hogy most már a kamerakép azt a képet fogja látni, amit az egyes kamera lát. Majd ha elmegyünk az 50. frame-ig, kézzel is be lehet állítani. Kijelölöm ezt a markert, és megint a View menübe, vagy a Ctrl-B-vel hozzárendelem a megfelelő kamerát. De én most az egyes kamera van kijelölve, kijelölöm a kettest, ugye ki van jelölve az 50-es marker, és ehhez a markerhez hozzárendelem azt a kamerát, aminek a képét szeretném látni, tehát Bind Camera to Markers. Ide nézzük meg ezt teljes valójába. Ide álltunk a animáció legelejére, és azt fogjuk figyelni, hogy mi történik akkor, amikor az 50-es frame-hez ér a animáció. Ekkor, amikor az 50-esre vált, akkor egyszerűen átvált annak a kamerának a nézetére az animációnk, amit a markerrel való kijelölés biztosított. Tehát, hogyha több kameránk van, és ezeknek a nézeteit animációkor váltogatni szeretnénk, akkor azt így tudjuk megtenni